Január végén metszették az almafákat ebben a nagy káló melletti gyümölcsösben. A szokatlanul enyhe tél miatt hamarabb indult meg a rügyfakadás is. Március végén viszont visszaköszönt a tél. A múlt héten kedden nagy pelyhekben hullott a hó, és napokig fagypont alatti éjszakai hőmérsékleteket mértek. Az elmúlt napokban március végén betörő sarkvidéki eredetű hidegfront nyomán kialakult észak-kelet Magyarországon, Szabolcs megyében két fagyos éjszaka. A legmélyebb hőmérsékletek a -5-6 fok magasságában voltak, de talán azt lehet mondani, hogy megyei átlagban mindkét éjszaka -3-4 fok között volt az átlag hőmérséklet. Az látszik, hogy a virágzó kultúrákban, ez most elsősorban a kajszibarack és az őszibarack, már okozott olyan mértékű károkat, hogy valamennyi terméskieséssel kell vagy lehet számítani, de úgy tűnik, hogy még a virágzó kultúrákban sem drasztikus mértékűek ezek a terméskiesések. A szakember szerint a múlt heti fagy miatt lehetséges, hogy a korai hazai kajszi és őszibarack ellátásban majd júniusban gondok lehetnek, de most még a kár pontos mennyiségét nem lehet megbecsülni. Más gyümölcsfák esetében viszont szinte biztosan nem okozott gondot a hideg. A virágzás előtt álló kultúrákban, ilyen jelen pillanatban Szabolcs megyében a szilva, a cseresznye, a körte és az alma is, de még ide sorolható a medgy is. -3-4 fokig különösebb károk nem keretkeztek, ezt még a virágzás előtt néhány nappal vagy egy-két héttel álló kultúrák el tudták viselni. Ahol lokálisan ennél hidegebbek, -5-6 fok, vagy akár az alatti hőmérséklet alakult ki, ott valószínűsíthető, hogy bizonyos mértékű virágkárok már a virágzás előtti kultúrákban is lesznek, de azt terméskárra, terméskiesésre átváltani jelen pillanatban még lehetetlen. Apáti Ferenc felhívta a figyelmet arra, hogy áprilisban és főleg májusban még várható fagy, ami már jelentősebb kárt okozhat a gyümölcsösökben. Ennek ellenére most a gazdálkodók még bizakodhatnak az idei jó termésben.